Szeretettel köszöntök mindenkit, Miskolci László vagyok. Előadásom címe a repülő csészehajók aranykora vagy aranykorszaka. Mielőtt elkezdem, ezúttal is kívánok Sós Tibornak minél előbb gyógyulást. És hát nagyon sok érdekes dolgot szeretnénk bemutatni. Olyan archív felvételeket, amik nincsenek fönt az interneten, és le is szinkronizáltattuk őket egy ilyen kis amatőr csapattal. És a végére hagyok egy meglepetést egy magyar hölgyről, akiről 60-as években egy felvétel készült, és azt állítja, hogy földön kívülekkel volt kapcsolatban. Tehát ez a 60-as évek. Hát ugye az arany korszak, ez még egy nagyon ismert figura az UFO történelemben, George Adamski, aki azt állította, hogy 1952-ben rájött arra, hogy a repülő csészehajakat úgymond kiirányítja, mert előtte nem tudták. Azt hitték, hogy vagy az oroszok, vagy az amerikaiak, vagy valamilyen titkos fegyver. A lényeg az, hogy Adamski azt állította, hogy beszélt az egyik UFO utasával, akit Ortonnak hívtak, és hát ő ezt leírta a repülő csészehajak leszálltak című könyvében. Elmondta azt is, hogy ezzel a lényel nem csak úgymond a nyelvén beszélgetett, hanem úgymond telepátiával, tehát gondolatátvitellel. A gondolatátvitel ugye az sokkal praktikusabb, mert hogyha egy külföldivel akarok beszélni, tegyük föl, akkor könnyebb elképzelnem egy almának a képét és azt úgymond az ő fejébe vetítenem, mert így le tudjuk küzdeni a nyelvi akadályokat. És hát ez a telepátia úgymond megmaradt az UFO kutatásban, és sokan azt hiszik, hogy George Adamski volt a legelső kontakt, mert ő a leghíresebb, de ez egyáltalán nincs így, mert én találtam itt egy figurát, Eugene Drake-nek hívják, és úgymond egyáltalán nem ismeri az UFO kutatás, azt lehet mondani, pedig ő évekkel ezelőtt George Adamskivel előtt írt két füzetet, és repülő csészehajak címmel persze. 1949-ben jött ki a két füzet, és azt állította, hogy már 1930-ban találkozott földön kívüli lényekkel, a sivatagban egyfajta sugallatra, miszerint készítetést érzett arra, hogy ki kell menni egy adott helyre, és hát ott volt a landoló UFO. És elmondja, hogy az űrhajóik ezeknek az UFO-knak, a földön kívülieknek fizikaiak, viszont maguk a lények úgymond éteriek. Az éterit ezt úgy kell értelmezni nagyjából, mint mostában divatos mondani, a párhuzamos univerzumokat, a multiverzumokat, tehát nem a mi fizikai síkunk, hanem valami teljesen más. És ez az éteri lények aztán a későbbiekben feltűntek az UFO kutatásban, ugyanis évtizedekkel később nyilvánosságra hoztak egy olyan aktát, ami 1947-es, ami leírja, ez egy FBI akta, ami leírja, hogy éteri planétáról jönnek ezek a lények, magas emberhez hasonlóak, testük és járműveik automatikusan materializálódnak, tehát fizikailag jelennek meg, amikor belépnek a mi anyagi sűrűségünkbe. Ez valószínűleg az lehet, amikor hirtelen megjelennek az UFO-k, repülnek valameddig, aztán pedig hirtelen eltűnnek. Tehát ez egy FBI akta, végülis csak az aláíróját takarták ki, mert valószínűleg egy igen magas rangú személy volt. És évtizedekkel később Jacques Vallée, francia csillagász, aki a NASA-nál is dolgozott, ugye ezt a dolgot vizsgálta, és ugyanerre a következtetése jutott. Tehát, hogy vannak itt bizonyos lények, de nem feltétlenül úgy földön kívülek, hogy csak fizikailag jönnek egy X bolygóról, hanem ebben még van valami plusz is. És mindenki azt hiszi, aki így komolyabban ebbe belemélyed, hogy szintén ezek az első adatok, hát egyáltalán nem, mert hogy ezt is vissza lehet vezetni egy ilyen korábbi kutatásra, ugyanis 1951-ben megalapult úgymond a Borderline Sciences Research Foundation, ami a Határmenti Tudományok Kutató Alapítványa, magyarra fordítva. Ez 1946-ra vezethető vissza, egy Mark Probert nevű médiumra. Hát ugye a médium egy olyan személy, aki állítólag nem e világi lényekkel tud kommunikálni egyfajta transz állapotba. És ez a bizonyos Probert 1946-ban látott egy UFO-t, viszont ezt nagyon furcsán írta le, úgymond szivar alakkal, de olyan, ennyi kis szárnyai lettek volna, ilyen kis mechanikus szárnyakkal, és ő neki eszébe jutott, megpróbálja
ezekkel fölvenni a kapcsolatot, úgymond telepatikus úton. És sikerült is neki, amire aztán felfigyelt ez a bizonyos mély lénykutató, és ketten összedolgoztak, ebből született az úgymond éterhajó hipotézis könyv, ami már 1950-ben született meg. Ami azt mondja, hogy az éter mindent áthat, a mi atomjainkat, a mi világunkat, tehát ők is ugyanarra a következtetésre jutottak, hogy itt nem csak szimpla földönkülyekről van szó, hanem sokkal komolyabb dologról, vagy bonyolultabb dologról. És itt ugye 50-es éveket elhagyjuk, pontosabban belépünk az 50-es évekbe, megjelennek úgymond a földönkívüli kontaktok, akik azt mondják, hogy más világokkal kerültek kapcsolatba, más világok lényeivel. És sokan kérdezik tőle, hogy miért foglalkozok ezekkel, mert ezek teljesen meseszerűek, túl pozitívak a beszámolóik, miért nem az elrablásokkal foglalkozom, és sokaknak hiteltelnek ezek az emberek, mert hogy mindenre emlékeznek, úgymond, azt lehet mondani, amik velük történtek. Hát megmondom, hogy miért. 1961-ben, amit már Viszkov András is említett, a Betty és Barney Hill elrablás az úgymond világhírű lett, és utána mindenki a szürkékkel kezdett el foglalkozni. A kontaktokkal pedig már nem annyira. Már most, ami a szürkéknél előfordul a különböző történetekben, az megjelenik sokkal-sokkal előbb a kontaktoknál. A telepátiát már említettem, az ugye alap. Mindenki azt mondja, hogy szürkék fejbe üzentek valamit az adott illetőnek, az eltérítettnek. Hát ez ugye Adam Skinner előfordul. Ott van a gyógyítás 1956-os esettől, amikor is ez a kis sipkás farmer azt állította, hogy őt a lumbágójából gyógyították ki a földön kívüliek, akik teljesen emberszerűnek néztek ki, de szürkék voltak, vagy fekete hajúak. Aztán ott van úgymond a felszippantás a hajóba, vagy megjelenés az ágy lábánál 1954-ből. Ez is szintén sokkal-sokkal hamarabb megelőzi úgymond a szürke korszakot. Nagyon érdekes, hogy mindig azt mondják, hogy a falon átjönnek a szürkék. A középső úriember azt mondta, hogy amikor őt felvitték a hajóra, a maga szürke idegenek át tudtak járni a falon, és őt is megtanították erre. De azt ő maga sem tudta megmondani, hogy ez most hogyan megy végbe. Ez fizikailag egy, vagy ételi szinten, vagy valahogy másképp. A lényeg, hogy ezt megtanították neki. És végül maradt a missing time, tehát az idő kiesés, ami kb. Nélkülözhetetlen a szürke történeteknél. Egy ilyen esetről tudok a kontakta irodalomból, ami Orfeo Angaricsival történt meg. Ő azt mondta, hogy 8 napra nem tudott visszaemlékezni, ami azért gondoljuk, hogy elég hosszú idő. És később kezdtek visszajönni az emlékei, és hát persze azok az emlékek voltak, amikor a földön kívülekkel tartózkodott egy bizonyos hajón. És hát előbb-utóbb ugye megjelentek az UFO magazinok az 50-es években. Ezek közül az egyik kiemelkedő alkotás, vagy újságok, az Gabriel Green nevű férfinek köszönhető, aki szintén elvileg kapcsolattartó volt, viszont bármilyen könyvét vagy újságát lapozgatta, mert ezekből sikerült beszereznem, sehol nincs ott a története, hogy ez pontosan hogy történt, csak egy-két mondatos utalás. Ő azt mondta, hogy 56-ban az Alpha Centauri Corentor nevű bolygójáról egy Renton nevű lényel került kapcsolatba, mind fizikailag, mind telepatikusan. És hát megalakította, vagy létrehozta a Thai Kingdom Kamot, eljövendő királyság című újságját, amiben helyet adott a kontakta beszámolóknak, mert amik voltak egyéb UFO-s újságok, azok nem nagyon közölték le, csak a sima egyszerű észleléseket. És hát ez az újság azt az évek alatt szépen lassan átalakult, úgy, hogy helyet kaptak a beszámolók, de hát a név változott, ott van az UFO International, valamint a World Record. Tehát ez volt az első UFO-s újság, valamint, ja is persze megalakította a Amalgamated Flying Saucer Clubs of America-t, tehát egy amerikai UFO klubot, ami összegyűjtötte az összes amerikai hálózatot, és konferenciákat kezdett el szervezni. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek voltak a legeslegeső konferenciák az 50-es években. Innen indult az egész. Akit feltétlenül meg kell említenem, az George Van Tassel, két dolog miatt is. Az egyik ez a sztárkapitány mítosza. Hát Tassel egy repülőgép pilóta volt, aki ugye idegekkel találkozott, és azt állította,
hogy ő beszélt egy Astár nevű lényel. Aztán ezt nagyon sokan ismerik, ezt a bizonyos Astár figurát, aki még most is üzenget, hogy jaj, de le fognak szállni, meg megmentek mindenkit 100 000 anyahajóval. Azt el kell felejteni, mert teljesen komolytalan azt lehet mondani, semmi köze a mostani Astár kultusznak a régihez. Tehát mindjárt el is mondom, hogy miért. Tasszel, tehát 1952-ben channeling, tehát egyfajta telepatikus úton üzenetet kapott ettől a lénytől, aminek a kivonatát itt felolvasnám, de ez egy rövidített változat, a lényeg benne van. Tehát üdvözöllek titeket, békében és szeretetben szólok hozzátok, Astár parancsnok vagyok, a Skare járói szolgálatból. Üdvözlet a Hén Fénytanács által hozattál ide, hogy segíts az embereknek. Szervezetünk célja az emberiség megmentése önmagától. Néhány évvel ezelőtt atomfizikusaitok beatoltak a tudás könyvébe. Így rájöttek, hogy hogyan kell felrobbantani az atomot, és mi aggódunk ezért. Azonban a tudósok nem pihennek, és nekik valami még pusztítóbb kell. Olyan képletekkel büszkélkednek, amikhez nem értenek, és valójában elpusztítják a világotokat. Kérjétek, hogy a kormányotok lépjen kapcsolatba minden más földi nemzetséggel, függetlenül a politikai érzelmektől, és ott tárgyalják meg ezt a problémát. Biztosak lehettek benne, hogy az életet adó atomokat tilos felrobbantani, és mindent meg fogunk tenni, hogy megállítsunk titeket. Küldetéseink békések, de ez már előfordult egyszer a naprendszerben, és a Lucifer nevű bolygó darabokra szakadt. Erről majd még később szó lesz. Eltökéltük, hogy ez még egyszer nem fog megismétlődni. De a bolygótokon lévő kormányok tudják, hogy magasabb intelligenciával rendelkezünk, mint a ti bolygótokon lévő emberek, és nagyobb hatalommal is. De nem szeretnénk titeket megsemmisíteni. Az a célunk, hogy minden ember fogja fel a figyelmeztetést, mint áldást, hogy túljétek ezt a korszakot. Tehát azt lehet mondani, hogy szerintem ebben semmi értetlen nincsen, hogy egy bizonyos Tasszel nevű férfi egy Astár lénytől kapott üzenetet, mert ebben semmi nincsen, egyfajta figyelmeztetés az atombombákkal kapcsolatban. Hogy Tasszel után ezen mennyit torzítottak, az valami hihetetlen, a mostani üzeneteket elolvasva, valamint itt visszalapozok, a mostani Astár így néz ki egy ilyen tökre baba arcú szőke férfi, még a régi teljesen másként nézett ki, és még vannak ettől régebbi képek is. Tehát teljesen eltorzították az alapját. Tasszel nevéhez még egy nagyon fontos dolog köthető, ez pedig a sivatagban megrendezett UFO konferenciák, aminek a neve Giant Crop Spacecraft Convention volt. Tehát ez az óriás szikla egyezmény, vagy űrhajós egyezmény, magyarra fordítva. Onnan kapta a nevét, hogy az egy Kaliforniában az egyik sivatagi része, vagy ilyen óriási szikla, rengeteg legenda kötődik hozzá az indiánok által is. És hát Tasszel a közelébe költözött, és mivel pilóta volt, kialakított ott egy kisebb leszálló pályát, tehát a rendezvényeket nem csak úgymond autóval lehetett megközelíteni, hanem ejtőernyőzéssel és repülőgépekkel is. És itt erről szeretnék egy pár képet bemutatni, hogy a szikra elé tettek egy ilyen eléggé magas pódiumot, és akkor előtte az emberek ott összegyűrhettek és hallgathatták az előadót. Hát egy ilyen rendezvényre az 50-es évek végére 12 000 ember ment el. Ez rengeteg. Itt látszik jobban a pódiumon álló egy kontakt személy, és hát lehet látni, hogy a háttérben mennyien vannak, amint sorakoznak az autók a messzeségbe. Nagyon nagy volt erre az érdeklődés, mert nem csak egyszerű átlag emberek mentek ki, hanem a légierő emberei, a CIA, az FBI, tehát nagyon figyelték ezek az embereket. Nem lehetett csak úgy azt mondani, hogy én most egy földönkülővel vagyok kapcsolatban, vigyázzatok az atombombával, mert arra azon nyomban felfigyeltek úgymond a szervezetek. És hát elkezdődtek az UFO-s könyvek, pólók árusítása is, ott is van az egyik pont, egy ilyen van rajtam, direkt azért tettem föl. Ott az óriás szikránál, ott az egyik sarokban ki volt alakítva a föld alá egy ilyen kis szoba, ahol aztán nagyon híres rádiós műsorvezetők interjúkat készítettek vagy a kontaktokkal, vagy ott az összegyűlt emberekkel, hogy miért vannak itt, stb. Tehát nagyon sok interjút adtak, és jól látszik, hogy a polcon vannak könyvek, mindenki nyugodtan leülhetett, hogyha nyugibban akart lenni, és olvasgathatott.
Persze nem maradhatott el az aktuális UFO képek kiállítása, hát ott rögtön Adamski képe van kitéve, kiragasztva, a sima amatőr fényképek a különböző repülőszerkezetekről. Itt éppen egy híres modern hölgy, most nem teszem be a nevet, de megtaláltam. Vásárolva egy könyvet, Repülésen Vénuszra az a címe, és mivel ezek többnapos összejövetelek voltak, tehát két-három, akár négy naposok is voltak, hát vagy valaki kivett a közelbe egy szállást a hotelban, vagy az autóban aludtak, vagy lesátoroztak, és este nyugodtan kiültek piknikezni, tüzet gyújtottak, beszélgettek, tehát nagyon kicsit ilyen családias hangulata volt az egésznek, meg volt egyfajta hangulata. Ami elmaradhatottan persze, az UFO les, tehát néztek vagy csillagászó távcsővel, vagy vadász távcsővel, keresték az UFO-kat, hát ha elrepül valami fölöttük. És amikor átlépünk a 60-as években, egyre több kapcsolattartó jelent meg a színen. Van, aki csak egyszer beszélt egy konferencián, aztán eltűnt örökre, van, aki eléggé híres lett. Most ebből szeretném bemutatni egy rövidebb anyagot, aminek majd a kép közepén lesz egy logó, a sajnos jogvédet, én úgy kérvényeztem egy bizonyos oldaltól, hogy ezt adják oda nekem, és szinkronizáltattam négy emberrel, mindjárt ezt meg kell oldanom. Szinkron hangokat azért beszeretném mondani, mert nagyon nagy köszönet nekik, még ha ilyen amatőr szinten is csináltuk meg. Tehát az első szinkron hang az Miklós Attila lesz, aki rendszeresen ír az újságba, a második az Balog Sándor, a harmadik Tóth Laci kutató, ott is ül hátul, és a negyedik azt hiszem, hogy Balog Anita. És ön egyik a Engem Master Super Munirnek hívnak, Virginia Cityből. És ön egyik a felszólalóknak itt, ugye? A vendégek egyike vagyok. Szeretne hallani róla, amikor egy repülőcsészelyet láttam? Igen. Mi hárman szerzetesek térítésen voltunk, a légtahó környékén mindnyájan hálózsákban aludtunk, és mindnyájan ugyanabban az időben, tehát hajnali háromkor felébredtünk, és láttunk egy repülőcsészealjat. Keresztül menni a teljes láthatáron. Egy csodálatos látvány volt, ez volt az első, amit valaha is láttunk, és egyúttal felkeltette az érdeklődésünket ebbe az irányba. Mikor volt ez? Ez körülbelül 9 éve lehetett. Volt azóta észlelésük? Nem, azóta nem lát, nem volt észlelésünk. Írja rá a csészaljat kicsit részletesen, hogy nézett ki? Nos, ez egy ezüstösnek tűnő korong alakú, és nagyon nagy kellett, hogy legyen. Megítélve a távolságából, megítélve, hogy mekkora lehetett volna egy repülőgép, ha láttunk volna ugyanabból a távolságból. Nevem Hanomeyberi. Olyan régóta, amennyire csak vissza tudok emlékezni, láttam UFO-kat, de a legcsodálatosabb észlelésem, amit valaha is láttam, egy kempingező kirándulásunkkor volt múlt augusztusban tavaly. Hol történt? A Selma, Oregon környékén. És leírnál nekünk az űrhajót? Igen, ez egy háromszorosan kör alakú hajó volt, háromkor kötődött egy háromszöghöz, és amikor leszállt, megfigyeltem egy halvány ízlást, de nem tudom, hogy ez a hajó volt, vagy az erő, ami meghajtotta a hajót. Vala is beszélt emberekkel a hajón? Igen, beszéltem gondolatátvitellel. De látta őket? Igen, láttam őket, vagyis egyet elő, csak egyet láttam. Le tudná írni? Nos, nőnek nézett ki, étláb magas, hosszú csillogó haja volt, és ében fekete bőre. Nem néger fekete, hanem nagyon csillogó ébenfa fekete. A nevem? Chief Frank Backshirt Standing Horse.
ottawai, indián vagyok. 1959. július 12-én egy utazást tettem egy csészehajban, amire én most mutatok. A csészehaj úgy becsülöm 250-300 láb volt az átmérője, és 28 láb magas volt. A csészehaj jól fel volt szerelve szobákkal, hálószobákkal, fürdővel, WC-vel és kamrákkal. A csészehajjal két mérföldre a hold fölé mentünk, a Marsra, a Vénuszra, a Clarionra és az Orionra. Amikor én azt mondom, hogy Orion, az nem az Orion, hanem egy bolygó, messze a galaxisunkon túl, kívül. 4 napra, 4 éjszakára, és oda mentem. A Vémuszra. A Vémusz kapitánya, ami ennek a csészajnak a neve, Madra Oleka volt. Ő nagyon szép nő volt. Elmondta, hogy most 1959-ben 417 éves. Magas és sötétes bőrű volt, gyönyörű kék szeme, fekete haja, szép formájú teste volt, és a hangja maga a szépség. Miriam Francis vagyok, a Solarise Center igazgatója Dél-Oregonból. Mi ez a Solarise Center? Ez egy központ az információk közlésére, amik számomra telepatikusan érkeznek az űremberektől. Tehát ön telepatikusan létesített kapcsolatot? Igen, az elmúlt 8 évben sok űremberrel, a naprendszerünkön belülről és kívülről is. Látott-e űrhajót? Három alkalommal láttam, minden után megéreztem, hogy jön. Ennek 8 tanúja volt, egy pillanat alatt a fejünk fölé jött. Ön tehát soha nem lépett fizikai kontaktusba velük? Még fizikailag nem voltam egy csészájban sem ezidáig. Mit gondol, hogy ez hova vezet? Az UFO-kkal manapság és a sok észreléssel. Azt gondolom, hogy ez minket egy új korszakba vezet, és egy új megértéshez, mert a bolygónk jelenleg a teljes pusztulás szélén áll, kivéve, ha az emberek tudatosságában változás be nem következik. Mi van ezekkel az élettel a más bolygókon? Mert ön biztosan hiszi, hogy van élet máshol is. Igen, én hiszem. Az élet nagyon sok más bolygón is létezik a naprendszeren belül, és más szisztémákban, és más galaxisokban is. Emberi jellegű életformák. Mondtak-e valamit önnek erről az életről? Ezek az emberek sokkal fejlettebbek nálunk a legtöbb esetben. Spirituálisan, mentálisan, morálisan és fizikailag. Sokkal tovább élnek, több száz évig, és nem úgy öregednek, mint a föld lakói. Na hát ez ennyi lett volna. Remélem, hogy valamilyen szinten érdekes volt. Tehát ezek ilyen totál no-name emberek, akik elmondták a saját élményeiket. Hát is visszakeltem a prezentációra. Segítség kéne, és meg vakolót meg akartak állítani, tovább folytatom. Azt mondja, hogy hát ősi idegek hipotézis, paleoasztronautika. Ugye mindenki azt hiszi, hogy Erik von Däniken volt a legelső, aki ezzel foglalkozott komolyabban, mert hogy ő lett a leghíresebb. Igen, ő lett a leghíresebb, de közel sem ő volt a legelső, mert ő 1968-ban írta meg a
Jövő emlékei című könyvet, viszont ő előtte már bőven voltak mások is, csak nem foglalták úgymond annyira össze, vagy annyira szenzációsan, mint ő. És itt megint visszaugrok az 50-es évekbe, mert hogy 1953-ban Desmond Leslie brit pilóta író is, aki egyébként nemesi származású úriember volt, ilyen dolgokat gyűjtött össze, hogy UFO észlelések az 1600-as évektől, hold anomáliák 1800-tól, a szanszkrit iratok elemzése, amivel megtalálta a bimánákat, a nagy piramis ereje és funkciója, tehát már itt is érdekelte az embereket, hogy mi az eredete a piramisoknak, kelt a földön kívüli istenek fegyverei, csészehajak az Atlantison. És mindezt együtt megírta George Adamskivel, akit legelőször említettem, abban az egy könyvben Adamski megírta az élményeit, míg Leslie ezeket az adatokat gyűjtötte össze 15 évvel Deniken előtt. Tehát ez egy elég nagy ugrás, azt lehet mondani. Leslie nem volt kontakt, ő csak kapcsolatban volt Adamskivel, és együtt írták a könyvben. Viszont kontakt volt egyszerre, és úgymond majdnem, hogy régész is, George Hunt Williamson, aki 1953-ban egyfajta automatikus írással, tehát amikor hirtelen módon valakinek a keze írni kezd, de ő maga sem tudja, hogy mitől, egy másfél lényel kerül kapcsolatba, tehát ez egy földön kívül lény volt, ezt most nem tárgyalnám. Hunt viszont az Arizonai Egyetem antropológia szakán tanult, és nagyon érdekelték az elveszett civilizációk, vagy a ókori civilizációk, és arra volt kíváncsi, hogy talál-e utalásokat arra, hogy ez a repülő csészehajláz nem csak modern dolog, hanem történtek-e már hasonló dolgok régebben. Hát arról azt lehet mondani, hogy nagyon is igen. Jobb az indiánokat pécézte ki magának, akik elmondták, hogy szemkis emberek voltak közöttük a múltban, repülőkenukról számoltak be, és talált egy hopi legendát Masson nevű lényről, aki egyfajta törvényeket adott át két táblán az indiánoknak. Hát itt jelenik meg legelőször a vallások párhuzamosítása, összehasonlítása, mert ez totál ugyanaz a történet, mint a Bibliában Mózesnél. Ortho Angelucci-t már említettem, aki 1955-ben adta ki a könyvét. Hát ő nem volt régész, vagy nem kutató volt, mindenki személyesen az idegenek mondták el a múltunknak a történelmét, és ez benne volt abban a bizonyos kimaradt 8 napban. Hát azt írta le a könyvében, hogy a nap körüli pályán a Mars és a Jupiter pályai között húzódott egy bolygó, a Lucifer. A Luciferről és seregeiről szóló földi legendák igazak, nagyszámú földlakók korábbi Lucifer lakó volt. Hát ez tényleg megtalálható fizikailag, ez a kis bolygó. És máig vitatkoznak rajta a tudósok egymás ellen. Tehát az egyik azt mondja, hogy ez egy bolygó volt, ami aztán darabokra szakadt, míg a másik oldal pont azt mondja, hogy ez soha nem volt bolygó, ezek mindig is ilyen kis aszteroidákból tevődtek össze kis bolygókból. A földön kívülek ezt mondták Angelucci-nak, hogy tehát volt ott egy bolygó. Hát most ez lehet Lucifernek vagy bármi másnak nevezni, ez szerintem teljesen mindegy. Az utolsó mondat az arra vonatkozik, hogy ez belevonja ide a spiritualitást is, hogy a Luciferen élő illetők reinkarnálódtak a Földre, és az ottani hibájukat, ami miatt elpusztult a bolygó, itt kell kijavítaniuk. Egy nagyon komoly kontakt személyiség Daniel Fry, aki 1954-ben írta meg a könyvét, ő rakétamérnök volt egy légibázison, White-Centry légibázison, és hát neki is egy földönkívülivel volt kapcsolata, aki elmondta neki, hogy 30 ezer éve ezelőtt már voltak itt idegen lények, de viszály alakult ki közöttük, tehát lehet, hogy erről írnak a szanszkrit iratok, nem lehet tudni. Hát kb. Megsemmisítették egymást, és nőtt a bolygón a sugárzás, valamint a mentális és biológiai funkció progresszíven romlani kezdte. És hát ezek az idegen lények kitalálták, hogy a tibeti fennsíkról négy hajó száll föl, és a legendáik szerint csak három hajó ért célba, ez pedig a Mars. És lehet, hogy ott is kitört valamilyen háború, ennek a nyomait látjuk most a Marson. Tehát ez is egyfajta utalás, még ha nem is régészeti, hogy igenis voltak itt földönkívüliek már a múltban is. George Van Tassert említettem, ő 1953-ban írta meg csak a könyvét, és hát itt látszik szerintem a felsorolásból,
amiket ő írt le, évezredek óta befolyásolnak minket az istenek, akik ítik, az idegenek gyarmatosították a földet, a 10 parancsolatot Mózesnek idegenek adták, ókori szövegekben űrhajók voltak, Szűz Mária egy földön kívül. Észre venni, hogy összesen csak azt lehet mondani, hogy átvette Deniken, kicsit másított rajta, de minden egyes információ Tasszerhez vezethető vissza. Deniken már nem mert nyúlni Jézushoz, meg Szűz Máriához sem annyira tudtommal, nehogy aztán tényleg végre megharagudjanak rá a vallásosak. Ja, és egyszer megkérdezték Tasszertől, hogy ő profétának képzeli magát, hogy ő a modern Mózes. És hát azt mondta, hogy nem, ők nem proféták, ők nekik csak szimplán ugyanolyan földönkívüli kapcsolataik voltak, mint a régebbi embereknek. Tehát nem magasztalta magát, nem alakított ki kultuszt. És nem tudom még mennyi időm maradt, én csak azért hadartam, hogy elérjek a végére. Magyar kezdetek. Tehát itt kicsit ki szeretnénk térni itt a magyarországi dolgokra is. Nem azt lehet mondani, hogy a rendszerváltás is előtt is voltak itt tufós dolgok. 1947-ben a Magyar Távirati Iroda jelentett amerikai eseteket, többek között a Roosevelt is. Az 1900-as években külföldi észleléseket tárgyaltak a lapok, mint például ott is látszik a Képes Kurír, Tudományrovat, stb. Nagyon sok napi vagy heti lapban jelentek meg tudósítások külföldről. Ebben magyar esetek nincsenek, tehát csak a külföldi híreket vették át. Az 1960-as években azért volt, hogy viták sorozata, mert a Lobogó című lapban úgymond nekiugrottak a tudomány képviselőinek az átlag emberek, ugyanis a tudósok annyira lehúzták az egész témát, hogy ez csak nettó ökörség, vagy hülyeség, vagy képzelődés, vagy hazugság, hogy úgymond az emberek fellázadtak, hogy lehet így kezelni egy témát ennyire elfogultan. És hát megkezdődtek a viták sorozatai ezekről a dolgokról, és aki felkeresi a korabeli újságokat, vagy elolvassa, hát észre lehet venni, nagyon sokszor a laikusoknak van igaza a tudományképviselővel szemben. És nagyon kevesen tudják erre, és csak nem régettem rá, hogy az 1968-ban az a legelső magyar UFO film. Nem a rendszerváltás után, vagy azelőtt egy-két évvel, hanem 68-ban csinált egy nagyon híres rendező, György István, a Mafilm által egy Repülő Csészhajlak című dokumentumfilmet, aminek a úgymond vendége Kulin György csillagász volt, akinek csillagászi szempontból nagyon nagy érdemei vannak, viszont teljesen elfogult volt az UFO témával kapcsolatban. Hát nem meglepő, ez a film is teljesen szkeptikus, azt kerekedett ki a végére, hogy minden UFO az vagy halucináció, vagy szándékos hazugság, vagy csalás, vagy éppen hagyományos jelenség, vagy barlom. Viszont ennek ellenére igazi kuriózum, mert nagyon sok érdekességet mutat be. Ezt én nem tudom levetíteni, viszont egy részletét igen, ami pont ide passzol, egy magyar hölgyet, aki azt mondta, hogy kapcsolatban volt a földön kívüliekkel. Én élményekedek. Erdai Magdolna több alkalommal is azzal a hírrel lette meg az uránia csillagvizsgáló szakembereit, hogy sikerült kapcsolatot teremtenie idegen égitestek élőlényeivel. Miképpen történt ez? Szóval valóban megtörtént 962. januárban, hogy telepátiával fölkerestek az Eridáni Epsilon lakói és a Cygni B61 lakói. Ezek az égitestek 8 fényévre és 11 fényévre vannak a matematikai számításokkal kapcsolatosan tőlünk. Ezt az emberi agy, aki megfelelő telepátiával rendelkezik, le tudja küzdeni és tudtunk tárgyalni. És kérik, hogy tulajdonképpen egy békés élet uralkodjon a Földön. Erre figyelmeztetnek. Hisz ön a csészealjak létezésében? Sajnos nem láttam még csészealjat, csak könyvekben láttam lefényképezve, de hiszek benne, hogy létezik. És mit hisz? Vagy hiszek, hogy ezek más naprendszerbeli
korongok, ahol olyan magasabb technika és kultúra van, amit mi nem ismerünk. Mi a véleménye? Van-e kialakult csoportjuk, társaságok itt Magyarországon a koronghívőknek? Kérem, a korongláz elindult több éve. Nagyon sok híve van, és hisznek abban, hogy a korongok Magyarország fele is, Magyarország fölött is elvonultak, de csak azok tudnak értekezni a koronglakóival, akik telepátiával rendelkeznek. Adam Szigreur 1963-ban meghívott, hogy egy tanfolyamot rendez, ahol vegyek részt. Ő neki egy szakirodalma van, ami külföldi nyelven, szériában megjelent könyvek vannak, amik képekkel, filmképekkel igazolják, hogy valóban a repülő korongok léteznek, és a lakókról és Adam Szigreur is fénykép felvételek vannak, több felvétel, amik a földi kamerák is észleltek. Ön a társaságában, barátai körében szokta ezeket az anyagokat ismertetni? Én nem magyarázom neki, mert nem lehet a földi tudomány állása szerint teljesen lekontrollálni a magasabb tudományt. Ez már a negyedik dimenzió, a földi matematika és tudomány a harmadik dimenzióban áll, csak inspiráció és fantáziával lehet úgy, mint az írók lerövidíteni a negyedik dimenziót. Kedves professzor úr, magyar... Illetve még megnézem, maradt-e valami. Próbáltam itt, igyekeztem, hogy a filmeket be tudjam mutatni, mert szerintem elég érdekes. Én teljesen ledöbbentem, hogy van ilyen is. Soha nem hallottam róla, de lehet, hogy csinálni vagyok így vele. Hát akkor úgy látom, hogy végére is értem. Hát remélem, hogy érdekes dolgokat tudtam bemutatni. Összességében arra akartam kiukadni, hogy hogyan is alakult ez az egész. Mert itt ülünk a konferencián, és érdekes lehet az ember számára, hogy hol voltak az elsők, ki, milyen személyek kapcsolódhatnak hozzá, és hát ha hasonló témát akarnak hallgatni, akkor itt van a YouTube csatornán meg lehet keresni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! Kedves nézőink, most tartunk 5 perc szünetet, és utána megkezdjük az utolsó előadónkat.